Folytatjuk velünk történt magazinműsorunkat itt a 104 Rádió 1-en. Az Egyesület Békés Csaba ifjúságáért már egyszer volt témánk itt a magazinműsorban, akkor is nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Most itt van az egyik vonalunk végén Kardos Gréta, az Egyesület alelnöke. Szervusz, üdvözöllek! Ja. Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és Puju Kevint, mint projektvezetőt is köszöntöm. Hello, Kevin! Sziasztok! Köszönöm, hogy te is itt vagy. Ugye, hogy ezt már mondtam, egyszer voltatok vendégeim, akkor bemutattuk az Egyesületet, hogy mivel is foglalkoztok, milyen programokat valósítottatok meg. Aki esetleg arról a beszélgetésről lemaradt volna, mondjuk el, mit lehet rólatok tudni, mikor alakultatok? Lassan 7 éve vagyunk a Békés Csabai diákéletnek szerves részei. Legfőképpen Békés Csabai kötődésű fiatalokból áll a szervezetünk. Több sikeres programot szerveztünk már, köztük az egyetemnapot, amit már 6 éve minden évben megrendezünk februárban, illetve most már 4 éve megszervezzük az egyetemi pont határhirdetős pontot partinkat, emellett a Fogadj Örökbe egy egyetemistát, ugye, amit az előző interjúban is hallhattak róla a hallgatók, illetve ami miatt szerintem most itt legfőképpen szeretnénk beszélni, az a mentor program, amit idén 6. alkalommal hirdettünk meg, és ennek zajlik most a felvételi időszaka. Tökéletes. Kevin, mi ez a mentor program? Hát gyakorlatilag a mentor programban egy éven keresztül foglalkozunk a következő tanévben érettségiző diákokkal. Ez azt jelenti például, hogy idén a 2022-ben érettségizők jelentkezéseit várjuk. A mentor program során nagy részt öngéndes egyetemista mentorok tartanak foglalkozásokat a mentoráltaknak, és olyan dolgokat szemléltetnek, olyan dolgokat tanítunk meg nekik, mint hogy hogyan kell jól prezentálni, és emberek előtt beszélni, hogy milyen nehézségekkel szembesül az ember az egyetemi évek és a nagyvárosi élet során, és ezeket a nehézségeket hogyan tudja leküzdeni, valamint foglalkozunk önismerettel is, hogy ki tudják választani a nekik legmegfelelőbb középiskolát a mentoráltak. Emellett egy nagyon jó társaságot alakítunk évről évre, és persze ez már önmagában nagy segítség, amikor valaki felkerül egyetemre, hogy van kire számítani a középiskolás barátaink kívül. Az alkalmak 3 hetente vannak, és nagy örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre rengeteg pozitív visszajelzést kapunk igazából mind a résztvevőktől, de sőt, sokszor van olyan, hogy tanároktól vagy szülőktől kapunk e-maileket, vagy személyes beszélgetések során említik, hogy mennyire örülnek, hogy a gyermekük ebbis is jelentkezett a mentorprogramba. Igazából az egész program ingyenes, tehát a részvétel ingyenes, nem kerül semmi, mi pedig azért csináljuk, mert szeretnénk segíteni ezeknek a középiskolás fiataloknak, Békésebb egy középiskolás fiataloknak. Szóval igazából ennyi a mentorprogram, és ez a lényeg a dolognak. De most ezt így a kialakult helyzet kapcsán, ezt hogyan tudjátok? Gondolom, akkor online térben van minden. Igen. No, akkor ezt mutassátok be, hogy hogy vannak. Tehát Zoomon keresztül, vagy hogy tartjátok ezeket? Ugye tavasszal, ahogy bejött ez a helyzet, mi is átálltunk online mentorprogram tartásra, és 3 hetente ugyanúgy szombat délelőttönként Zoomon tartottuk az alkalmakat. Szerencsére a programjaink, meg a tartalmak azok átültethetőek az online térre is, ezért szerintünk egészen gördülékenyen működött. Aztán nyáron mindig van egy tünetünk, és szeptemberben elkezdhetjük ugye személyesen a megfelelő intézkedések betartásával, cseléssel a személyes mentorprogram tartást. Ugye jelenleg pedig már most tartottunk egy online alkalmat ugye a bevezetett korlátozások miatt, de mi úgy érzékeljük, hogy egészen működőképes így is. Nyilván vannak hátrányai, de sok előnyét is látjuk ennek, hogy online tartjuk az alkalmakat, hiszen ugye a középiskolások és mi is egyetemisták is online végezzük a iskolás dolgainkat is, úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlat arra, hogy az online térben hogyan kell még hatékonyabban együttműködni és végezni a dolgainkat. Úgyhogy mi mindenképpen szeretnénk hatékonyan működtetni ezt, és a mentorprogram 6-ot is a megfelelő intézkedéseknek megfelelően továbbvinni, ha kell, akkor online. Szuper, miket tapasztaltok, mik a visszajelzések a diákoktól, és mennyi diákkal foglalkoztok jelenleg? Itt volt ugye a legutóbbi évad, gyakorlatilag a mentorprogram 5, itt ebben a mentorprogram 5-ben volt a 100. mentoráltunk, akivel már foglalkoztunk, tehát igazából évente olyan 20-24 mentoráltat veszünk fel, akivel foglalkozni tudunk, nyilván azért ennyit, mert igazából ennyire van kapacitásunk, és annyivel tudunk hatékonyan együtt dolgozni. Gyakorlatilag a visszajelzések nagyon jó, ugye részben azért is, mert egy nagyon jó közösség alakul ki, a mentoráltak szeretnek ebbe a közösségbe tartozni, ezeken az alkalmakon részt venni, illetve, ahogy mondtam, ugye szülők és a tanárok is nagyon örülnek, amikor megyünk promózni, a tanárok nagyon örülnek, amikor megyünk promózni az iskolákba ezt a programot, nagyon szívesen fogadnak minket, illetve a szülőktől is rengeteg nagyon szép e-mailt kapunk például, vagy megkeresnek minket, akár személyesen, akár egyesületi szinten, és nagyon örülnek annak, hogy igazából a gyermekükkel foglalkozunk és időt fektetünk abba, hogy gyermekük fejlődhessen. És akkor ez ugye 3 hetente van szombatonként. Talán még kevint annyival egészíteném ki egyébként, hogy a diákok részéről a visszajelzés,
ez nagyon pozitív, mert biztosítunk nekik egy gyakornoki programot a mentorprogram után, és így szervesebb részévé válhatnak az egyesületünknek, és Kevin is és én is mentoráltak voltunk különböző mentorprogramban, és most már ugye így vagyunk az egyesület jelenleg nagyon aktív tagjai, úgyhogy így a mentoráltaknak lehetőségük van arra, hogy egy-két évvel később ők is mentorok lehessenek, vagy bármelyik másik programunk aktív szereplői. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltatok. Meddig lehet erre jelentkezni? A jelentkezési időszak december 10-ig tart, ezt egy picit megnyújtottuk a fennálló járványhelyzet miatt. Jelentkezni az EBI Facebook oldalán vagy a honlapon tudnak. Ez a jelentkezés igazából egy többfordulós dolog, idén 3 fordulója lesz. Az első fordulóban ilyen online kérdőívre kell válaszolniuk, kérdéseket teszünk fel, nekik igazából nem vesz el olyan sok időt ennek a kitöltése, és egész szépen le tudunk szűrni információkat, hogy ki jelentkezik igazából, és hogy mennyire tudnánk vele együtt dolgozni. További fordulók pedig online lesznek megtartva valószínűleg, bár szeretnénk a szóbarit személyesen megtartani. Igazából erről pedig fognak kapni információt a első fordulón keresztül jutott mentoráltak. És tehát olyanokat vártok, akik 22-ben fognak érettségizni. Így van. Köszönöm, hogy itt voltatok, jó munkát nektek, vigyázzatok magatokra, jó egészséget. Köszönjük szépen. Neked is azt is, sziasztok. Velünk történt magazinműsorunkat hallják itt a 104 Rádió 1-en. Maradjanak, kellemes hétvégét kívánok, hamarosan folytatjuk.